újabb bajnoki cím a Fradival? Hát most jelenleg mindent. Úgyhogy nagyon, nagyon boldog vagyok. Úgy, itt volt a kisfiam is, annak is örülök, hogy, hogy meg tudtuk oldani, hogy, hogy tényleg most nagyon, nagyon, hát ez az elég, fáradt vagyok, elégedett vagyok, és örülök, hogy, hogy itt játszhatok. Az egész szezonban rengeteg munka van, minden nehézségével együtt tényleg, mert nem volt könnyű, tényleg ha a nyártól nézem, úgyhogy fantasztikus eredmény, és nagyon büszke vagyok a csapatra. Nem gondoltam, hogy bajnok csapatban jön, de most, ja, nagyszerű, örülünk, mindenki nagyon örül, és most egy nagy buli lesz, de nem gondoltam, hogy tudunk Győr ellen, de a második meccs a Győr ellen, yeah, it was something special. So, yeah, I think now we deserve it also, but it's just great, unbelievable. Azok után ugye Kovács Sanikó megsérült, itt két fontos meccsen is, a Győr meg a Debrecen ellen, neked kellett extrát nyújtani. Ezt érezted, hogy hátrába kell venni a csapatot, és neked kellett csinálni több helyzetbe is? Jó jött ki így a helyzet, hogy át tudtam venni. Azért ez csapatmunka volt, ugye mi a Misikével, Anikóval nagyon jól megértjük egymást, tényleg csak nézésekből, momentumokból tudjuk, hogy mit kell, hogy cseréljünk, ne cseréljünk. Nekem nagyon sokat segített még így sérülten is, úgyhogy örülök annak, hogy mi milyen viszonyban vagyunk. Semmi rivalizálás nincsen közöttünk, csak a csapat az első. Úgyhogy szerintem ez is kellett ahhoz, hogy mi most ide kerüljünk így az egész évbe. Neked személyesen ilyen volt itt a pályán kívülről látni ezeket a fontos meccseket? Hát igen, sokkal jobban izgultam, mint a pályán, sőt ott nem is szokásom. Úgyhogy nem volt jó érzés, de nagyon, nagyon szurkoltam tényleg végig a lányoknak, és tudtam, hogy megcsinálják, mert az a Győr meccs egy akkora lendületet adott, hogy ezt nem engedhettük ki a kezünkből. Could visit this game. You can talk a little bit with them. What was their impressions about the game? Of course, now they also believe that we can win against MTK and we will be champions at the end of the day. But when the season starts, of course, we wanted to do our best, but nobody could expect that we will win against Győr. So it just, yeah, something really special. Hát nekem most ez egy fantasztikus dolog, hatalmas büszkeség, és tényleg ez volt az egyik álmunk, hogy végre ez meglegyen, mert azért mégiscsak abban a bajnokságban lettünk bajnokok, ahol talán Európa legjobb csapata van, úgyhogy ez nagyon nagy dolog, és remélem, hogy ezzel a lendülettel tudunk majd következő szezonban is menni. How can you summarize your first year, not just in Fradi, in Hungary and in Budapest as well? It was great, of course. I hope now when Corona will be less, or we survive the Corona, something like that, we can back go to normal life, then of course Budapest is such a great city and I want to do so much here. So my to-do list is really long, what I couldn't do this season, but for the handball stuff I think it couldn't be better to be champion at the end of the season. So it was a good decision for you to try yourself? Yes, of course. I really feel great here. I feel comfortable. I like the team, the training, the environment. It's great. Biztos, hogy így jó szájízzel azért jó lesz oda is menni. Személy szerint te hogy állsz ezen az úton? Én csinálom tovább, egészen a felkészülésig dolgozom, úgyhogy haladok, ahogy elterveztük.